vezettem, a stúdióban megérkezett Ungár Péter, az LMP társ. Elnöke, jó estét kívánok! Jó estét! Ahogy beszéltünk itt Zila Jánossal is, hát nehezen hihető, hogy önök nem tudtak arról, hogy itt milliárdok érkeztek ebbe a kampányba. Most még egyszer megkérdezem, tudom, hogy többször elmondtam már, de komolyan nem tudott róla, hogy kampány plakát helyeket vásároltak az önök nevében, hogy központot béreltek, megold mindenki Magyarország a mozgalom? Mi mindenben együttműködtünk az állami számvevőszékkel, minden olyan információt szolgáltattunk nekik, amik szerintem jogos kérdéseket vetettek föl. Például ez egy jogos kérdés, ami ebben az átvizsgálatban van, hogy ki finanszírozta a Márki-Zay Péter alatti színpadot március 15-én a választásokat. Ez egy piti összeg. Piti összeg, csak valamire valamit felvetnék szerkesztő úrnak, hogy gondolom ön is úgy gondolja, hogy az állami számvevőszék feladata az, hogy ellenőrizze, hogy a pártok nem részesültek-e jogosulatlan kampánytámogatásba, ön is ezt gondolja. Igen. Ez minden pártra kell, hogy vonatkozzon. Ha belegondolunk, ugyanakkor március 15-én a miniszterelnök is mondott egy beszédet, egy színpadon, ami szintén nem a Fidesz finanszírozott, hanem a Civil Összefogás Fórum, de és nem... mégse látjuk, hogy az a vizsgálat ilyen szinten tart. Ugye a döntő különbség az, hogy az egyik amerikai pénz szerintem, a másik pedig nem amerikai pénzből, tehát azért ez, nem mossuk össze ezt a kettőt. Nagyon-nagyon érdemleges ez a válasza, de akkor fölmerül, hogy például a háború pártiak plakátok, amely mondjuk nem biztos, hogy annyira ellentétes az orosz érdekkel, abban voltak-e külföldi pénzek? Vizsgálta-e az ÁSZ ezt? Tudjuk-e, hogy amikor például a CÖV színpadán a Fidesz elnöke mond egy beszédet, ugyanolyan jogosulatlan kampány támogatás az ÁSZ logikája szerint, mint hogyha egy egyesület színpadán Márki-Zay Péter, mint közös miniszterelnök jelölt mond beszédet, tehát mind a kettő az ő megállapításuk szerint jogosulatlannak kell lenni, ismételte megegyezni, hogy az egyik esetben az állami számvevőszék most úgy tűnik eljár, a másik esetben még hát visszafogott lélegzettel várjuk, hogy ugyanúgy eljárjon. Tettek bejelentést önök az ÁSZ-nál, hogy önöknek gyanús? Az ÁSZ-nak köteles vizsgálni a kampányidőszakot. Hát mindenféle lehet, hogy érdemes lenne előnybe menni. Mindenféle bejelentés nélkül. Tehát az, hogy a legnagyobb magyar pártnak a rendezvényét, hogy finanszírozza, azért az ÁSZ-nak bejelentés nélkül is a homlok terébe kéne, hogy legyen. Hát de most nézzük talán ezt az adást, és akkor most elindul az itt a Hír Televízión. De visszatérve, tehát minden, amit a jobb oldal megfogalmaz abba, hogy a Márki-Zay Péterféle kampány költései kritikusak, eddig igazolást nyert. Mi voltunk az egyetlenek ebből a hatos fogadból, akik elmondtuk az elején, hogy amennyiben ezek igazak, ez egy termesztő dolgot jelent. Na jó, de. Igen. Na de. Az a lényege ezeknek a szerveknek elvileg, hogy mindenkit egyenlően vizsgáljon. És annak ellenére, hogy mondom, sokszor jogos dolgot tár föl, nem látjuk, hogy ugyanezzel az elánnal vizsgálná a fideszes kampány. Jó, de bocsásson meg, de ez az önök költéseidre nem magyarázat. Tehát, hogy én magyarázat. Értem, hogy önök, szóval egy picit, hogy mondjam, egy gyerekes vita, hogy de őket miért nem. Tehát önöknek azzal kell elszámolni, hogy ez az amerikai pénz. Rendben, én megértem, és amikor nézi a jobboldali ember most ezt az adást, azt tudom neki mondani, hogy igen, történtek itt hibák. Mi egyedül ebben a hatos fogadban. Milyen hiba történt? Az, hogy olyan embereket engedtek ennek a kampánynak a közelébe, olyan háttérembereket, akik eddig bukást okoztak, és nem tudtak elszámolni. És nem ez az első kampányuk. Ha elolvassák akár mondjuk Lendva Ildikó interjú kötetét, látszik, hogy ez a hetedik ilyen kampányuk lehet körülbelül. Tehát ez volt a hiba, nem az, hogy amerikai pénzt fogadtak el? Külföldi befolyás. Az amerikai pénz ezen a körön keresztül jött, ezen a magyar politika mellett lévő körön. Antal József még ezeknek az öregebb verziójára mondta, hogy politikai mikiegerek, ennek még magyar politika története is van, tehát ez egy valós állítás, de mégis egy probléma az, hogy nem egyenlő mércével van ez mérve. És szerintem a jobboldaliak, akik nézik most jelenleg ezt a műsort is, azt gondolják, hogy az is probléma, hogyha a Fidesz elnöke, Magyarország miniszterelnöke egy olyan színpadon mond beszédet, amelyet egy egyesület fizetett, a Jóisten tudja, miből. És de ennek is... nincs köze ehhez a történet. De van köze. Hát, hogyha ön lát két embert, aki közúti balesetet okoz, és az egyik, mind a kettő ugyanazt a balesetet okozik, és az egyiket elviszik helyesen a rendőrök, majd a másik ott áll és szépen hazamegy, akkor nem gondolja azt, hogy igazságtalanság történik? De ugye, tehát azt tisztáztuk az előbb, hogy a döntő különbség a külföldi pénzekben van. Na mindegy. Tehát ön hogyan cáfolná azt, hogy külföldről érkeztek dollármilliók ebbe a kampányba? Ugye ön azt mondja, hogy ő nem tudott erről. Tehát ezek szerint cáfolja, hogy jöttek. De mivel én nem voltam se a főjelölt, se a kampányfőnök, se a pénzügyi vezetője ennek a kampánynak. De Márki-Zay azt mondja, hogy az ő menedzsmentje minden nap egyeztetett a pártokkal. Tehát önöknek igen, akkor pontosan tudni kell. Igen, ez az egyeztetés abban állt, hogy adjunk még pénzt.
pártok, ugye a pártok jogszerűen tudnak pénzt adni a közös kampányban, hogy adjunk még pénzt. Ha tudtuk volna, hogy pénzbőség van, akkor nem adtunk volna annyit. De a másik, hogy tehát ez az amerikai kör, ez nem az LMP-t, meg soha nem az LMP-t finanszírozta. Sőt, ez az amerikai kör volt benne abba, hogy a két forduló között úgy alakuljanak a dolgok, ahogy alakuljanak, hogy Márki-Zay Péter legyen az ellenzék jelöltje, amit én a két forduló között kritizáltam az egyik elsőként, ezt szeretném elmondani, a Momentum meg elsőként állt be Márki-Zay Péter mögé, de visszatérve, ennek ellenére igazságtalannak érzem azt, hogy közben a Fidesz, aki hasonló dolgokat csinált, hiszen az Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én egy egyesületi színpadon mondta el azt a beszédet, amit nem a Fidesz nevű párt finanszírozott, ugyanezt csinálta, ez azt gondolom, hogy egy igazságtalanság. Na. Jó, tehát ön azt mondja, hogy van ez a büntetés, amit egyenlően osztottak el a hat párt között, hogy ez nem igazságos, hiszen támogatást sem egyen. Ön hogyan osztanál igazságosan állami, ezt a büntetést? Mivel az állami támogatásból fogjuk kifizetni, ezért ezt az állami támogatás arányaiban kell kifizetni. Ez az egyetlen igazságos módja. Hát, hogy másképp lehetne? Egyeztetett már ezzel a többi párttal is? Erről a többi párttal? Hát a többi párt ebben más érdekkel rendelkezik. Ezt fogjuk az állami számvevőszékkel közölni, ezt a véleménykülönbségünket. Vitézi Dávid tegnap bent volt egy televíziós stúdióban, azt mondta, hogy hát legalábbis nem mondta azt, hogy nem gondolkodna komolyan az ön ajánlatán arról, hogy legyen ő Karácsony Gergelynek a kihívója. Megtisztelve érzi magát. Miről? Hol tart most az alkujuk? Beszélgetéseket folytatunk Vitézi Dáviddal. Miről? Arról, hogy milyen várospolitika legyen Budapesten, hogy milyen hibák történtek az elmúlt időszakban, nem csak a karácsonyi időszakban alapvetően, hogy milyen új várospolitikai ügyek vannak. Én rendkívül egyetértek Vitézi Dávid kritikájával például, amit az úgynevezett Mini Dubaj projekt kapcsán ebben a műsorban, amit említett, elmondott. Szerintem nem felhőkarcolókra van Budapestnek szüksége, bérlakásokra van Budapestnek szüksége, meg jó közlekedésre, és ilyen alapvető kérdésekről egyeztetünk. Azért lenne jó főpolgármester jelölt, mert erősen bele tudsz szállni Lázár Jánosba? Az egy jó dolog, ha valaki elősen bele tud szállni Lázár Jánosba. De kicsit kevésnek tűnik. Vitézi Dávid a Karácsony Gergely föl akarta kérni, mint BKV vezér, Tarlós István alatt fontos pozíciót töltött be, emellett az Orbán kormánynak is az államtitkára volt. Én ilyen nemzeti konszenzust egy ember szakértelme mögött rég láttam a magyar politikában. Akkor ön most ezt a Vitézi Dávid habozását igennek tekinti, vagy nemnek? Hát ez olyan, mint egy randi folyamat, az ember még próbálkozik csokoládéval, virággal, egy idő után elfogy a türelme, de egy ideig próbálkozik. Jó. Akkumulátorgyár ügyben önök ugye az Országos Választási Bizottsághoz fordultak. Hogyan áll ez az ügy most? Mi felkészültünk arra, hogy gyűjtsünk aláírásokat, ugyanis a Kuria átengedte a zöld népszavazásunkat, amelynek lényege az, hogy mit tekintünk Magyarországon értéknek. Azt tekintjük-e értéknek, hogy még egy kínai vagy német befektető tud-e jönni, vagy azt, hogy a fertőtavat olyannak tudjuk átadni a következő generációknak, ahogy mi kaptuk, és mi azt gondoljuk, hogy a magyarok többsége egyetért velünk abban, hogy a természeti értékek fontosabbak, mint az, hogy a multiknak mennyi profitjuk van. Sikerre van ítélve, ön szerinted? Én azt gondolom, hogy a magyar emberek többsége ezt gondolja. Hát azért látjuk, hogy ilyen dolgokat, mint a Fertőtó, vagy a Balaton, vagy akár a termőföldek Debrecen mellett, ahol az akkumulátorgyarmatosítás folyik, ilyen dolgokat egyszer lehet elrontani, ha ezeket tönkretesszük, azok visszavonhatatlanul elromolnak, és nem tudjuk a következő generációknak tovább örökíteni. Tehát önök eltökéltek. Így van. Ungár Péter, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm. Elmegyünk.